1500 darabos pázok kiakás, 52. rész felvétel. Gyerünk! Pár dolgom alatt! Ne vesszen kárba már! Ugye biztos, hogy ez passzol. Meg kell néznem, hogy hogyan hason te ez. Hát ide egyáltalán nem tudna rámenni. Ez a passzol ide. Ez basszolhat ide? Nem. Abszolút nem. De ide se. Ez ide passzol. Ez ide megy. Ide megy.
ez ide passzol. Nem marad sok, csináljuk meg valahogyan. Ez ide megy. Nagyon jó, mindjárt megvan.
Nagyon jó. Már csak pár darabka maradt. Ez ide megy. Ez ide megy. Ez ide passzol. Ez ide megy. Passzol. Ez ide passzol. Ide. Mégis megtaláltam azt, ami ide passzol. Ide megy. Ide is. Ennyi. Hát sajnos. Sajnos ennyire tudtam ezt összehozni. Hiányzik csak kettő. Hát talán még lenne rám volt, hogy ezt kirakjam, de... De akkor újat kéne vennem. És most jelenleg... Hát folyton elő, kétszer, egyszer is adtam ki 1500 darabosat, és akkor is így jártam, hogy hiányzok kettő darab. Hát úgyhogy ezt nyilván csak úgy, hogy majdnem készre. Tehát 52 készre beírom mellé, hogy majdnem kész. Ha megveszem, még talán kirakható ez a dolog. Ha még egyszer megveszem ezt a gosszászét. Én akartam volna korábban is megvenni, mert sejtettem előre, hogy hiányzik valami. De ahol megvettem, ott nem le, még megrendelni sem tudtam. De addig is megmutat, már elhoztam azt, amit legközelebb ki akarnék rakni. Úgyhogy mindjárt mutatom is. Következő puzzle kirakásom, ez lesz itt. Látjátok? A 101 kiskutya. Tehát legközelebb egy impossible puzzle-t fogok kirakni. Tehát ez sok... Tehát ez nehezebb verzió egy 1000 darabos puzzle kirakásnak. Éppen ezért nem 1000 darabosnak fogom hívni, hanem impossible puzzle kirakásnak. Hogy lehet ez kirakni? Hát ez kurva néz kirakni. Hát akkor fog ez könnyülni, hogyha már kevesebb kutya marad. És már láttad, hogy Pongós Perit a legmagasabb és a közepén van, tehát a kicsikkel kell kezdeni. És mindig a szélekkel. Szóval legközelebb Impossible Puzzle kirakás lesz. Eredetileg Impossible Puzzle-t akartam volna kirakni, úgyhogy két oldalasban, de aztán rájöttem, hogy ez még annál is nehezebb. Mert az Impossible Puzzle-nek az a előnye, hogy nem úgy néz ki minden, ahogy a két oldalasban. Úgyhogy ez lesz a legközelebbi puzzle kirakásom. Tehát 1498 darabos puzzle raktam ki 1500 helyett. Jó. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomatok egy lájkot.
hogy mikor fogok belekezdeni az Impossible Puzzle kirakásba, hát azt remélem, hogy minél hamarabb. Mára búcsúzom, szevasztok!